Andy Balázs 26 éves egri születésű vízilabdázom a Cetefeger színében. Én már a harmadik szezonomat itt itthon. Előtte Amerikában éltem négy évig, ahol tanultam és játszottam szintén. Ahová szintén Egerből mentem ki. Amerikában közgazdaságtan és pénzügyet tanultam, ahol végül le is diplomáztam. A legnagyobb sportsikereim közé az Európa Vajnoki Ezüst és Bronzérmet. Az olimpián ötödik helyzés sikerült elérnem, és egriként ez, azt gondolom, hogy ez nagyon nagy elismerés egy ilyen díjra jelölés, mivel nekem szerencsére eddig két csapatban volt csak lehetőségem játszani. Magyarországon egyedül az Eger csapatát erősítettem. Azt gondolom, hogy sokan ismernek, és én is nagyon sok mindenkit ismerek, tehát így ez nagyon-nagyon -nagy jó érzés, hogy a közeg elismeri azt, amit teszek a városért. És Egriként ez, azt gondolom, hogy ez nagyon nagy elismerés, egy ilyen díjra jelölés. Prokaj vagyok, 18 éves végzős diák itt Tegerben a Pásztorvölgyi Általános Iskola és Gimnáziumban, és az IASZ-attal körülbelül három éve foglalkozok. Itt több nemzetközi eredményt is elértem már, kétszer voltam világbajnok, kétszer Európa bajnok, hatszoros országos bajnok vagyok, és az utóbbi időben kettő világrekordot sikerült lőnöm távlövészetben Amerikában, és hármat céllövészetben. Az IASZ-at nekem nem csupán sport, ezzel egészen más életszemléletet kaptam, teljesen más, hogy állok az élet fontos dolgaihoz. Ezzel olyan célokat tűztem ki magam elé, amiért küzdenem kell, amiért érdemes küzdenem minden nap. Mikor hazamegyek iskola után, akkor hóba, fagyba, télen és nyáron minden nap ki kell mennem gyakorolni, és ezt szívvel, lélekkel teszem. Két célom van most már, nem csak az, hogy megnyerek egy versenyt, hanem azt, hogy ezzel felhívjam a figyelmet a magyarságunkra is. Nagyon jó érzés, amikor egy nemzetközi versenyen kiszólítanak első helyezetként a többi nemzet fölött. Felállok a dobogóra olyankor, előveszem a magyar zászlót, és büszkén megmutatom bárkinek, aki ott van. Megmutatom, hogy mi magyarok még mindig ott vagyunk az élen, nem csak ezer évvel ezelőtt féltek a magyarok nyilaitól. Másik célom pedig az, hogy ezt a fiatalságnak is megmutathassam. Manapság nagyon sok fiatal él céltalanul, és nem tudják, hogy mit tegyenek az életben. Azt gondolom, hogy a tetteimmel tudom őket arra sarkalni, hogy merjenek nagyot álmodni, és azt a célt, amit kitűznek maguk elé, azt el tudják érni, csak elszentség és akarat kell hozzá. Óriási megtiszteltetés számomra, és nagyon nagy boldogsággal tölt el, hogy jelöltek idén az Egercsillaga díjra. hiszen nekem ez egy visszajelzés arra, hogy értéke van annak, amit táncművészként adok és nyújtok. És egy motiváció arra nézve is, hogy az út az jó, amin járok. Nekem a táncművészet sokkal több egy munkánál vagy egy szakmánál. A művészetek között számomra a legnemesebb, ugyanis állandó bennem a törekvés arra, hogy ötvözzek benne valamennyi művészeti ág magvát vagyis hogy tartalommal és gondolattal töltsen meg a mozgásanyagot. Ugyanis azt gondolom, hogy a test és a koreográfia az önmagában csak egy anyag, egy forma. A gondolatiság és a tartalom ö, tölti meg lélekkel, és ezáltal emóciókat ébreszt a nézőben, és üzenetértéke van, még akkor is, hogyha az mindenkiben más és más. És azt gondolom, hogy ezek a legfontosabb gondolatok, és ezek a legfontosabb szavak, amik jellemzik a, a táncművészetemet. Viszont elengedhetetlen megígézni, és elengedhetetlen felsorolni a következő szavakat, mint például az alázat, az odaadás, a szenvedély, a megmagyarázhatatlan titok, illetve a hála. Én nagyon szépen köszönöm a jelölést.